Üdvözlöm Kovács Miklós Nét, a György István Katolikus Általános Iskolának az intézményvezetőjét. Elindult a tanév. Mit lehet tudni a részletekről, hogyan indult, milyen létszámokkal, hogyan készültek a 2021-22-es tanévre? a hagyományokhoz híven Veni Szentmisével kezdtük, fél kilenckor a alsó tagozatosok, tíz órától pedig a felső tagozatosoknak volt. Természetesen az előkészítő munkák azok már jóval korábban elkezdődtek, hiszen a testület augusztus 19-én állt munkába, ez volt az első munkanap, bár ekkor ünnepeltünk, hiszen ekkor volt a Szent István napi búcsú és a körmenet, és ez egy szép ünnepség volt a katolikus gyülekezet számára. Aztán a következő héten lelki gyakorlattal folytattuk a munkát, Nyírbátorba utaztunk el, és ott Görbe László Pialista atya vezetésével háromnapos lelki gyakorlaton vettünk részt, és lélekben, fel, lelkiekben feltöltődve érkeztünk haza, és aztán. Csütörtökön még az egyházmegyei tanévnyitó volt, de mivel most az Egri Bazilikát újítják, ezért csak egy küldöttség utazott mezőkövesdre, és ott vettünk részt a, a Veniszánk Aztán Pénteken már osztottuk a tankönyveket, hiszen kedden, 24-én megérkeztek a tankönyvek, aztán azokat tanulók segítségével kicsomagoltuk, és pénteken már osztottuk a szülőknek. A kollégák átvették az osztályokat, fogadásra készítették a tantermeket, hiszen kidekorálták és ekkora már a felújítási munkálatok is befejeződtek. Ugyanis a nyáron, mint egy a fenntartó engedélyével, mint egy 23, vagy támogatásával, mint egy 23 millió forint értékben sikerült felújításokat, illetve eszközbeszerzéseket végeznünk. A Kossuth iskola egységünkben a régi, már balesetveszélyessé vált aszfalt aszfaltos udvart sikerült térkővel leburkolni, illetve még ott a kisházat, a biciklitárolót és egyéb ilyen felújítások történtek. A tisztasági meszelés természetesen minden teremben ott is megtörtént. A József Attila úti iskolaegységünkben pedig a harmadik üteme folyt a tantermek felújításának. Itt öt tanterem kapott új padróburkolatot, illetve ott öt ajtót cseréltünk ki, és hát a pandémia miatt sajnos a bútoroknak a gyártása az nem olyan ütemben zajlik, így a szeptember elsőjére nem sikerült Megkapnunk, de ígéret van rá, hogy szeptember közepén az új bútorok is, tehát tanulói asztalok, tanulói padok, nevelői asztalok ö, megérkeznek, és akkor azokkal rendezzük be majd a tantermeket. Létszám tekintetében mi mondható el, az iskola összlétszemet, illetően és az első évfolyamosokat? illetően? Az iskolában a tanévet 375 tanuló kezdi meg, és közülük 49 első osztályos tanuló érkezett. Beszéltünk a tankönyvekről, hogy ugye rendben megkapták a gyerekek. A tanszercsomagokról mit tudunk elmondani, amelyek ugye az is átvehetőek voltak? Így van. Akik itthon maradtak a lelki gyakorlatról, intézték, hiszen pont erre az időszakra esett. A mi iskolánkban 24 tanuló kapott ilyen tanszercsomagot. Sikeresen célba is értek, és nagy örömére szolgált a szülőknek, hiszen nagy segítség az, hiszen mindenki tudja azt, hogy azért a beiskolázás az nem kevés költséggel jár, bár nagy segítség már az, hogy hogy a tankönyveket ingyen kapják a gyerekek. Mi, mik a tervek az elkövetkező időszakra nézve, a tanévet illetően? Hát lehetőleg szeretnénk minél tovább jelenléti oktatással jelen lenni, és ez azt hiszem, hogy most már nem csak az iskola vezetőnek, hanem a kollégáknak is, és a gyerekeknek is, sőt a szülőknek is nagy vágya. Igyekszünk mindent megtenni, a járványügyi szabályunkat felülvizsgáltuk, bár jelen pillanatban még nem kötelező a testhőmérsékletmérés, nem kötelező a masznak a használata Nál Nálunk azért ki vannak téve a készfertőtlenítők, ezeket használják a gyerekek, illetve a csengetési rendet és a, a mellékhelyiségeknek a használatát, az udvarnak a használatát, azt a tavalyi már jól bevált szokás szerint használják a gyerekek. Tehát törekszünk arra, hogy azért a, a megfelelő higiéniás szabályokat betartsák a gyerekek. Természetesen. A munkaterv is előkészületben van, hiszen a tegnapi napon megtartottuk a tanévnyitó értekezletet a nevelőtestületnek, és itt már körvonalazódik a munkatervünk. Szeretnénk a hagyományos programjainkat ugyanúgy megtartani, mint ahogyan azt a pandémia előtt, és nagyon reménykedünk, hogy ez így lesz. Illetve vannak újításaink is, itt különösen a testnevelés terén, ahol, ahol szeretnénk egy kicsit kiemelten foglalkozni az önvédelemmel, illetve informatikából szeretnénk újból a robotikára ráerősíteni. Több szakkört szerveznek a kollégák, természetesen ez mind majd attól függ, hogy hogyan alakul a járványügyi helyzet.